Harmadik alkalommal szervezték meg a Gépek és hangok elnevezési programot az Árpád utcán, a Géptárban. Mogyorós József tulajdonos minden korosztály számára igyekezett elfoglaltságot biztosítani, volt kézműveskedés a gyerekeknek, szuperprodukciók a felnőtteknek, sőt, még meg is vendégelte a közönséget finom falatokkal. A harmadik Gépek és hangok családi délutánra kerül sor itt az Árpád utca elején a Géptárban, ahová nagyon színes programokkal várják az érdeklődőket, finom ételekkel és italokkal is megkínálják mindazokat, akik ide ellátogatnak. Jöjjenek velem, nézzünk be! Milyen műszaki érdekesség lesz itt ezen a harmadik Gépek és hangok programon? Most igazán a gépindítás arról szól, hogy egy 20-as években gyártott Csehszlovák Slavia típusú benzines motort indítunk be, amivel valamikor korábban darálókat, morzsolókat, cséplőgépeket hajtottak, és ez most, hát bízunk benne, hogy úgy működik, mint annak idején. És a repülési bemutató, amit tehát hely hiányában próbáltam elhelyezni, amit mögöttünk van kiállítva, amit a múzeum megkapott, nem csak erre az alkalomra, hanem úgy néz ki, hogy végleg. Kézművesek is vannak, tehát játszóház. Honnan jött az ötlet, hogy most már bővíteni kell a rendezvényt egyáltalán? Miből is áll most már ez a rendezvény, hiszen jócskán kinőtte magát az elsőhöz képest? Hát valahol, én azt szoktam mondani, hogy betegtársaim, akik tehát a munkájuk irányába elmennek, és azt, amit csinálnak, azt játszva csinálják, tehát nem munka, hanem játék a munkájuk. És így, tehát sok olyan kedves barátom van, akiket szeretném, ha megmutatnák magukat, például Marika néni, a csuhé fonó, ő kukorica csuhéból csodákat tud fonni, vagy a kézműves Borika néni, vagy Borika, aki nagyon szép dolgokat tud filcből, meg különféle anyagokból alkotni. Egy kis édes A zenei szerkesztést Kerékgyártó Csaba vállalta ezúttal is, mint a korábbi években. Halljuk és lássuk a fellépőket. A kezdés az egy Broadcasting Singers nevű énekegyüttes. Ők a 30-as és 20-as évek zenei világát fogják felidézni. Ezután következik egy táncdal fesztiválok hangulatát idehozó, felidéző, magyar számokat tartalmazó egyveleg, ahol egyébként a Maróti Magdolna is részt vesz ebbe a vlogba. Benne van Kosztyú Judit, aki már tavalyról ismerős lehet, meg Pintér Timi, akit egyébként a Zene Expressből és Zenevonatból ismerhetnek. Utána pedig jön a The Steps nevű együttes, ők ketten vannak dobgitár és ének felállásban. A jelenlévő, főként helyi lakosok jókedve láttán úgy tűnt, sikeres volt a zenei válogatás, de miért is ezekre a produkciókra esett a választás? Mindenképpen valami, tehát igen, én találtam ki, meg azért közösen ismerősi körbe, akit lehetett próbáltam megmozgatni. Nagyon komoly szempont volt, hogy a múzeumnak a hangulatához mindenképpen illeszkedjen a zenei műsor. Tehát a 30-as évek abszolút ideillik, itt van a 28-as kiadású Chevrolet a háttérben, tehát oda abszolút. A táncdal fesztiválok szintén illenek ide, a The Steps, ők pedig olyan zenét játszanak, ami igazából inkább már 80-as, 90-es évek, de legalább valami talpalávaló van, és az is egy picit nosztalgia és retro jelleg. Beatles-eket is játszanak egyébként, tehát elég széles a repertoárjuk. Az este különlegessége Maróti Magdolna fellépése volt, aki legszívesebben musicaleket énekel, de ezúttal másra kérték fel. Találtam két olyan dalt, amit nagyon régen, még olyan 15 éves koromban énekeltem, az egyik a Most kéne abba hagyni, a másik pedig a Például te. Ezek táncdal fesztiválos dalok, és én is voltam fesztiválon annak idején, ugyanabban a generációban, amiben a Cserháti, Szűcs Jutka, tehát ugyanazon a fesztiválon. Sajnos azt a dalt, amit ott énekeltem, nem tudtam elhozni, mert annak nincsen alapja. Ez volt a Hétköznapi regény, illetve a Mi együtt sírunk és együtt nevelünk, de nagyon szívesen éneklem ezeket is.
Az énekesnő a 70-es évekből lehet ismerős, hiszen akkor sikeresen szerepelt több alkalommal, Made in Hungary győztes volt, ami Együtt sírunk és együtt nevetünk című számmal. Ez mindig Székesfehérváron volt megrendezve, és annak volt az első helyezettje, Mi együtt sírunk és együtt nevetünk, tehát azt megnyertem akkor. Viszont a Tánza Fesztiválon ott már azt megmondom őszintén, nem tudom, hanyadik helyezést ért el az a dal, de ott a hétköznapi regény volt a dalom. Az élete azóta is az énekléshez köti, csak most a másik oldalról. Mert hogy én tanítok, énektanár vagyok, van egy saját magánvállalkozásom, a Hangszín Tanoda, ami hát fiatal tehetségeket patronál. A Muri Enikő hozzám járt, a Szabó Marian hozzám járt, a Szirota Jennifer hozzám járt, és még nagyon sokan, akikből színész, a fiam, ugye ő is ezzel foglalkozik, színész a Móricz Zsigmond Színházban, és a fiam és a menyem segítenek nekem ebben a hangszíntanodában, hiszen ők is tanítanak drámajátékot és koreográfiát, az éneket pedig én viszem. Említettem az anyag elején a finom falatokat, bizony nem volt hiány bennük. Különleges, ahogyan fő ez a húsleves és a gulyás. Mesélj nekünk erről a szerkezetről hát egy kicsit. Egy bonyolult történet ebbe a maga valóságába. Ugye mi katonák annak idején, a 90-es évek hajdanán nem főztünk ilyet, mert ugye a húsleves mindig az édesanyánkra emlékeztetett, az otthoni finom ízekre. A gulyásleves viszont egy benti nagyon jó megszokott dolog volt, és én azt mondanám, hogy itt a Magyaros Józsi barátomnál elkészítettük most mind a kettőt egybe. Ez egy olyan gulyáságyú, amit annak idején különböző ilyen hadszintéreknél egy kisebb századot ellátott, egy ilyen 120-130 fő ellátására kényelmesen biztosította a napi megfelelő ételadagot. Viszont most mi, hát nem tudjuk mennyien lesznek, vagy mennyien lesznek ezen a mai műsoron, de szeretném, hogyha mindenki fogyasztana belőle. Van egy nagyon finom marhahúslevesünk, és van egy hagyományos, klasszikus gulyáslevesünk, ami a gulyáslevesnek itt a fogói motiváció lesz, hogy csipetkével készítjük ugye hagyományosan. A lányok benn vannak csipegetik. Most itt vagy veled.